A megalapozott gyanú szerint egy karcagi lakos a helyi vasútállomásról gyalogosan elindult a pályatest mellett egy akkor megismert fiatal nővel, majd mikor egy sötét részre értek, a férfi meglökte alkalmi ismerősét, akinek benyúlt a zsebeibe és kivette a sértett mobiltelefonját, valamint bérlettartóját a benne lévő iratokkal, készpénzzel. Ezt követően el akart szaladni az értékekkel, de a sértett utána nyúlt és támadója ruházatát megragadva próbálta visszatartani. A férfi ekkor a nőt combon rúgta, amitől az összecsuklott, majd a támadó a lábáról leesett sértett, mindkét lábáról lehúzta a cipőt és elszaladt a helyszínről. A rendőrök adatokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki, és rövid időn belül azonosították a feltételezett elkövetőt, akinek azonnal megkezdték a felkutatását. A sikeres felderítésnek köszönhetően elfogták és előállították a karcagi rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 23 éves férfit. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a jogsértő pár nappal korábban bement egy karcagi családi házba, onnan több mint 200 ezer forint értékben tulajdonította el különböző műszaki cikkeket és egyéb háztartási eszközöket, termékeket. A gyanúsítottként kihallgatott férfit a nyomozók őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. A karcagi rendőrkapitányság rablás, valamint lopás büntet elkövetése miatt folytat eljárást.